Eddigi rövid pályafutásom alatt sajnos már nekem is volt részem balesetben. Mozdonyvezető társaimmal együtt nagyon alapos pszichológiai és szakmai felkészítésen esünk át, de az ütközés előtti pillanatokra senki nem tud felkészíteni. A mozdonyon ülve, a gyorsfékezésen és a kürtölésen kívül semmit nem tehetünk, pedig látjuk, hogy mi fog történni, és ez a tehetetlenség nagyon nyomasztó. Ez nagyon sokáig velünk marad. Egy idő után próbáljuk kezelni, hiszen mi holnap is mozdonyt akarunk vezetni, de ez egy életen át elkísér. Az ütközés utáni pillanatokban a felkészítésnek hála szintén tudjuk, mi a feladatunk, és tesszük, amit kell. De később aztán jönnek a kínzó kérdések. A ki volt, mi történhetett, hogy nem figyelt, mi lehet most a családjával, és közben hálát adunk, hogy mi legalább még élünk. Mit élhet át az, akinek a családtagjai, a szerettei soha többet nem érnek haza? Anyaként nem tudok ennél borzalmasabb dolgot elképzelni. Édesanyaként és mozdonyvezetőként is azt kérném mindenkitől, hogy fegyelmezetten, figyelmesen közlekedjünk, hiszen mindenkit hazavárnak.